hogy mondjam megint. Ott van ugye a izé, a kis kert, és akkor tőle kell fölvennünk a kapot. Ugye ott van az a kis csillagocska, arra rányomsz, és akkor ugye ki egy maszk válasz, azt rányomsz, és akkor meg kell hallgatni a történetet. És gyanítottam, hogy ez egy quest, de hogy te akkor nem találtam ott a questek között, szóval azért, hogy mondjam neked, de... Ugye az a cetusba építik bele a questet, mert egy újdonság akkor. De szóval most ez a talált ki quest hogyan működik, szóval, hogy... Hát, gondolom igen. Tehát ez... És tényleg még egy fontos dolog, csak azok tudják kivenni ezt a quest, akik onkónál kettes szintűek. Ezt jól vésztek be. Elég pontok onkónál, tehát legalább a második szintet nem érjük el. Aha. Most történik valami. Menj el a tóhoz, igen, itt mondja. Ha tudod? Oké. Akkor kettő megcsináljunk, akkor mind a kettő megkapta a blueprintet, mind a kettő. És föl kell vennem a maszkot mindenféleképpen? Tessék? Föl kell vennem akkor a maszkot mindenféleképpen? Igen, mert annyira nem jön ki a zombi warfém a vízből. Hát akkor visszamegyünk, és akkor kivételesen fölpakolom rá a kis maszkot. Azt utána majd visszavariálom majd. Tudom, és azt jelzétek meg, hogy te kettes szintűnek kell lenni a zonkon, az, hogy fölvehessétek ezt a questet. Hát igen, de valamiért, csak én nem tartom ezt fairnek, hogy a questről van szó, nincs ott a questek között. Hát jó, csak érted, ha már quest van szó, az Apostle Prologue is egy quest, és ott volt a questek között, és egy nagyon rövid quest, vagy nagyon, tehát a monodója, mondjuk az nagy, csak hogy, de nincs itt a questek között, ha tényleg ez egy quest, szóval számomra ez kicsit, picit értelmetlen, hogy mi nem lehet itt a Gorának a questje. Nem értem az egészet, hogy ez miért kellett ezt így. Na mindegy, az a talált ki quest. Hát gondolom. Nekem amúgy nem lett volna szükségem arra a maszkra, mert nekem vannak szebb díszítéseim, mint hogy... Hogy ilyennel foglalkozzak. Itt a izél. Tudat szép vagyok. Megjegyek saját magamtól, basszus. Hát igen, egy ilyen szellem maszkot konkrétan azt vettünk ki. Hát csinálok egy selfit. Csinálj egy selfie. Felrakom a ezére, Instagramra. Egy selfie. A Instára csinálok revenantos izéket. Posztokat akkor. Mask revenant. Meg a, mondjuk szerintem azért az a kumbrák mellett, hogy ha tudom tunnalni ezt a zombi warframe-et, akkor közben szép tudjuk csapni utána. De nem terje, az tök mindez, hogy kizúzza le, akkor mind a ketten megkapjuk a cuccot. Na nem baj. Hüszke vagyok magam, hogy tudtam neked mondani újat. Hát jó, csak érted, hogy... Nem logikus, amit most csináltak. Egyáltalán nem logikus ez a lépése most a játéknak, hogy a questről van szó, akkor miért nincs ott a questeknél? Hát gondolom, hogy aki nem tudja, azt találja ki, hogy Ilyen quest még sosem volt, hogy talált ki quest. Tehát ott volt a Second Inn, meg a War Within,
meg a Sacrifice, ami nem volt egy könnyű izé questek, és ezt a kis apróságnál meg izé szivatnak minket, szóval, hogy... És akkor megjönnök-e megjönnök akhoz? Nem, na a Macoknál felvetted a maszkot, most csak így simán bemegyünk a Plains of Firedome-ba, és megkeressük azt a kis fehér kört, ami mutat a pályán. Hát akkor simán csak kimegyünk az ajtón, az is jó, nem? Persze, csak simán kimegyünk, és akkor lesz egy igen, most... kis fehér kört, ahogy nem mutatja a halott Warfin a helyét. Na most érted, most én azt láttam ebből, hogy ott van egy maszk, ami nekem nem kell. A karakter megvolt, és ez igazából... Na mindegy. Én nagyon szeretem a questeket. A Sacrifice-t is kétszer megcsináltam. Meg a nagyobb cinematikus izéket is, Secondium és Warwittint is. És tökre szeretem ezeket a dolgokat, csak hogy ez nem volt egyértelmű teljesen. Mondom. Mondjuk lehet, hogy ha kivettem volna, akkor megértettem volna, hogy most mi van. Történt volna, majd csak nekem nem kellett a maszk. Hát jó, igen, persze, de nem jött le, hogy a maszk volt, csak tisztelem, hogy ez egy quest is. Mondjuk kis ilyen kis fejtörő volt, gondolom, hogy... Na, majd biztos meg lesz megkettem. Meg fogjuk tudni csinálni. Na jó, akkor térkép, aha, nem vagyunk messze, itt van valahol. Úgyhogy gyalogoljunk, gyönyörködjünk az este fényében. Itt is vagyunk, én is láthatom a kör. Mondom, hogy ki kell jönni az operátorral, de addig az úgy rendben is volt. Kérünk az Hoppá. Ez igen. Eidolon? Nem, ez nem Eidolon. Megnézem közelebb, hogy mi az. Igen, kicsit közelebb tudunk menni. Oh, touch. Touch. De most így se fog működni. Mit mi vagyunk benne megint? Jó? Nem szóltam, jó. Meg kell várni, gondolom, még végig mondja a nakak. Gara. A gara alakult át, izé, Revenant-e? Én is azt értettem valamiért. A garát megszállt a Sentient erő, és... ő fulladt bele a vízbe konkrétan? Na várjál, most mi van? Ja, tovább kell menni, várjál. Ott a másik kör, most már kell menni a másik oldalra. Na, hát csak megvan, látod? Mindjárt működik. Hát, nagy repülök. Co-op misszió Warframe, mennyi már jó. Hát már rég volt co-op misszió. Hát mert ezt se nevezhető mondjuk questnek, ez egy ilyen aprócska quest szerintem. Most át kell menni ide. Jó, és akkor itt is a tóhoz, gondolom. Itt is van egy touch. Itt is meg kell érinteni. Itt van a másik fragment. Taro longa fronga complete. Hehe.
And this warframe draws its weapon to destroy it yet again. Purgatóriumba. Akkor gondolom, mennyi lát kell még egy helyre, igen. Leg az nincs messze. Itt vagyunk már. Ah, itt vagyunk közelben, most azért nem... Hú, itt azért az irádét azért felszedem. De ez nekem az kell. Na. Itt vagyunk a másik résznél. Most mi végignézzük a tavakat? Ilyen tónéző túrát rendezünk most? Ilyen kirándulások pénzben. Kirándulások, nézzük meg a tavakat. Oh, jön. Remélem most már jön. Aha. Megint kapunk egy fragmentet, gondolom. Nem? Nem. Itt fulladt a tóba. Hát azért ez nem egy nagy tó. Nem tudom, hogy fulladott itt bele. Nagyon aranyos, hogy mesél. Annyi aranyos. Opa, itt van! Hagyjad, mert operátorra megöltem. Itt a Revenant Blueprint. Hopp, ez Prince King. Na, let's destroy it. Na, nekem van a blueprintet. Hogyhogy? Hát nem tudom, lehet, de aki lesz húzza. Hát az fasza. Akkor megcsináljuk nálad. Jó, akkor megcsináltuk, nekem a csehát. Ez biztos így van amúgy. Nekem tetszik ez. Várjál. Kösz a rémámot. Nightmare on the Prince of Idle. Muka. Ez annyira cuki. Ez annyira cuki, ezt én meghallgatnám egy többször is. Van aranyosan mesél. Ez egy komoly töltet mesél, de olyan cuki meséli. Most elvileg akkor vége? Vagy mi van most? Nincs valami... Nincs valami mission complete, vagy... Vagy érted, hogy érezzed, hogy vége van. Tehát ez annyira egy ilyen... ilyen össze-vissza quest, hogy ez most... nagyon cuki, meg tök aranyos ilyen kis apró kis quest, de... na mindegy. Jó. Akkor úgy csinálj, akkor te leszel a host, és akkor úgy kitunk. Jó. Szerintem akkor itt az volt a izé. Ha most nem kapod meg a blueprintet, akkor csinálják még egyszer. Mert én nekem nagyon kell. Hát valami ilyesmi, ja.
Ilyen cuki quest. Bugyi. Na. Hát ez aranyos, aranyos kis quest, egy mini quest. Na, ketten csak összehozzuk, hogy mit csinálni. Na most talált egyben jó volt, hogy ketten csináltuk. Ah, igen, igen. Csak aztán mentem az MR4-es, mi a francnak kell beengedni egy cetus questbe. Szóval én nem is értem a játéknak a logikáját, hogy... Hát igen. Ez nem olyan játék, mint a többi, hogy minden ott van neked kész, picsa, meleg, már léva, érted, hát most. Hát meg érted, most a maszk az kell mindenki. Nincs ott a izé, Revenant Blueprint. Nincs.